Fiume magyar, mint magyar kikötőről beszélünk, akkor 142 éves múltról beszélhetünk, mégpedig 1776-tól kezdve 1918-ig. Ez a 142 év sem volt teljes egészében magyar uralom, mert megszakította egy négy éves francia napoleoni uralom, megszakította egy 20 éves osztrák uralom Napóleon után, és megszakította, mint egy 40 éves horvát fennhatóság 48-as, 49-es szabadságharc után, tól egészen 1868-ig, amikor is ugye létrejött a horvát-magyar kiegyezés. Tehát gyakorlatilag egy ilyen 109 éves magyar fennhatóságról beszélhetünk. Először is 1779-ben hivatalosan Mária Teréziától kaptuk meg Fiume városát és a környező megyét, és akkor lett kinevezve az első helytartó Majláth József. Őt követte akkor még 18 helytartó, akikkel ugye gyakorlatilag 1918-ban befejeződik itt a magyar fennhatóság. De annak idején Magyarország sokra nem ment ezekkel a területekkel és magával a kikötővel, mert megfelelő utak Magyarország felé nem léteztek. Úgyhogy a valódi változás akkor következik be, amikor jön egy második ilyen szerződés, a magyar állam megegyezik a horvátokkal, és akkor másodszor kapjuk meg Fiumét, mint magyar területet. Egy csere történik, 19,57 négyzetkilométernyi város területet kapunk, és 4,5 kilométernyi tengerpartot. A Holt-csatornától kezdve a Countrydáig, tehát ezen a 4,5 kilométernyi tengerparton ugye alakul ki az új ipari övezete Fiuménak. Ezért a 19,57 négyzetkilométerért mi a horvátoknak három akkori megyét adunk, a verőcei, a pozsegai és a szerémségi megyéket. Mind a két fél jól járt ezzel a cserével. Mi jól jártunk azáltal, hogy itt már együtt éltünk, 1779 óta együtt éltünk a helyiekkel, a fiumánókkal, akik tengerészek, kereskedők, iparosok voltak, nyelveket beszélő emberek voltak, akik alig várták, hogy több munkához jussanak. Nagyapáink, a magyarok pedig hozták a pénzt, hozták a tőkét, és hozták az akkori tudományos, technikai tudományok csúcs eredményeit. A kiegyezést követően megindul Fiume aranykora. Az első világháború kezdetéig 45 év áll nagyapáink rendelkezésére, és ez idő alatt egy Európa hírű csodát alkottak. Őrületes tempóban épültek a lakóházak, épültek a tervszerűen épültek ugye az utcák is, tehát egy hihetetlen fejlődés indult meg, özönlött ide a munkaerő, ugye nem csak a monarchia területéről, hanem akkor még külföldről is. Rendkívül fontos volt az a tény, hogy kikötője legyen a városnak. Tehát évszázadokon keresztül a folyó deltája volt a kikötő, úgyhogy egy elsőrangú Európa hírű kikötő építőmérnök francia volt, a Hilarion Pascal. A magyar hatóságok megkérték tanácsadónak, idejött, körülnézett, megállt a kikötő, a régi kikötő szélén, és azt mondta, hogy uraim,
ezzel a folyó deltával mi nem megyünk semmire, mert itt tengerjáró hajók nem tudnak megállni, nem tudnak kikötni. Hanem tessék, építsetek a város elé egy hullámtörő gátat, ezzel létrehoztok a gát mögött egy csendes vízű medencét, melyben a legnagyobb külső viharok idején is nyugodtan lehet hajókba kibe rakodni. Úgyhogy nagyon gyorsan meg is épült ez a egy tengeri mérföld hosszúságú Mária Teréziáról elnevezett hullámtörő gát, ami megint csak egy hatalmas teljesítmény volt. Egy érdekes anekdóta, egy ilyen mondás terjedt el a lakosság körében, hogy Fiume olyan tengerparti város, melynek nincs tengerpartja, mert gyakorlatilag valóban ezen a 4,5 kilométeren ugye kikötő ipari létmesítmények voltak. Nagyapáink úgy segítettek a lakosság jólétén, hogy a nyári hónapokban a hullámtörő gát másik oldalára telepítettek ilyen fa úszó strandokat, ketreceket, ugye, és ott akkor meg tudott mártozni a tisztelt ugye, közönség. A kikötőnek egy része, ami később a délszláv államhoz került, az volt a Baros kikötő, a felirat szerint ugye Fiume Porto Baros két essel írták, nagyon helyesen. Akkor itt egy utca részlet a kikötő, a Riva nevű utca, ami manapság ugye Riva névre hallgat, akkor itt egy olyan 903-ból egy olyan felvétel, amikor aránylag kevés hajó volt a kikötőben, de látjuk, hogy vitorlás hajók is, meg gőzhajó is van. Itt pedig az a kép, hogy milyen irdatlan mennyiségű kormat is füstöt tudtak ezek a hajók ugye terjeszteni a város felé. Tekintettel arra, hogy Fiume testvérvárosi kapcsolatban áll Csepellel, tekintettel arra, hogy a szocializmus idején rengeteg áru érkezett a csepeli ipari negyedből és a csepeli kikötőből a fiumei kikötő felé, vagy visszafelé ment oda. Úgyhogy ilyen alapon testvérvárosi kapcsolat létesült a két város között, és emléktáblát állítottak, kétnyelvű emléktáblát, amelynek a magyar szövegével, ahogy amikor megláttam, rögtön elégedetlen voltam, mert ugyebár azt mondja, hogy a Baros Gábor város díszpolgára, magyar kormány közmunka közlekedési minisztere, ez mind szép is jó, nevéhez fűződik a Riékai kikötő építése, kiépítése. Na hát ilyen szempontból ugye, szóval nem felel meg az igazságnak, mert amit ő ösztökélt, ugye az pedig a fiumei kikötő építése volt. Úgyhogy ilyen szempontból két évvel azelőtt erre járt Csepel polgármestere, és amikor meglátta ezt a feliratot, akkor ugyancsak kifejezte a nem tetszését, és megegyeztünk abba, hogy idővel egy kiavított táblát kéne ide helyezni. Különben mindettől eltekintve, különösen minden évben, különösen az őszi hónapokban, amikor
iskolás csoportok is kirándulnak, akkor kötelezően meglátogatják ezt a helyet, és koszorút helyeznek el. Úgyhogy akkor, mire a szezon befejeződik, annyi van, hogy egészen a földig is leérnek a koszorúk. Tehát ilyen módon mégiscsak hát megemlékezünk ugye Baross Gáborról. Egy másik emléktábla, amit kéne látnunk, ami meg háromnyelvű, ahol már ki van írva a Fiume elnevezés, olaszul is, magyarul is, az pedig az Adria palotán van. Az 1830-as években Ürményi helytartó idejében feltöltött területen állunk. Tudnék, évszázadokon keresztül az óvároson kívül csak egy nagyon keskeny tengerpart volt használható a lakosság számára. A későbbiekben a óvárosból, az ottani térről átköltöztették a piacot, a Piazza Verdét, az Zöldség piacot ide a tenger partjára, úgyhogy segítendő ugye a lakosság jólétén a magyar hatóságok egy év alatt megépítettek három vásárcsarnokot, amelyeket itt látunk, hogy mennyire előrelátóak voltak a magyar hatóságok, mennyire kedveztek a lakosság igényeinek, bizonyítja az a tény, hogy ezek a csarnokok 1882-ben lettek megépítve. A budapesti nagy vásárcsarnok 16 évvel később, 1896-ra, a milléniumra nyitotta meg a kapuit, ugye? Úgyhogy ilyen szempontból is dicséret érdemli ugye nagyapáink városvezetését. Magyar látogatók számára egy kedves helyen vagyunk, egy ipari, muzeális értékű tárgy mellett, ez pedig a MÁV által gyártott, 1914-ben üzembe helyezett Misi típusú gőzmozdony, amely itt a raktár épületek között, a kikötői raktár épületek közötti 80 kilométernyi sínpályán közlekedett és szállította ide-oda az árut. Amint megszűnt a kikötői raktárak működése, úgy szerencsére nem dobták Ócskavasba ezt a szép mozdonyt, hanem ide vasútállomás épülete mellé kiállították mindenféle muzeális értékű ipari emléktárgyat. Ezen a régi kartolínán szépen láthatjuk, hogy milyen nehéz körülmények között jött a vasútvonal le a hegyoldalról. Tehát szerpentin utat követett, áthaladt egy vasúti hídon, amely egy mély szurdok fölé lett építve. 1890-ben
nyílt meg ez a vasútállomás, ez pedig már az akkori építészet és vasúti technika legjobb előírásai, adottságai szerint épült. Pfaff Ferenc egyetemi tanár, mérnök volt a tervezője. Sok-sok évtizednyi elhanyagolást követően végre felújítják a küllemét a vasútállomásnak. Ez egyben azzal a szomorú ténnyel is jár, hogy levették a Pfaff Ferenc tiszteletére állított emléktáblát. Tehát kétnyelvű horvát-magyar szöveg beszélt arról, hogy ugye kinek a munkássága révén jött létre ez a vasútállomás. Az első világháború kezdetéig Fiumén keresztül, Fiume érintésével mintegy 317 ezer ember költözött ki az óceánokon túlra. Tehát Amerikába, Dél-Amerikába és Ausztráliába. 1903-ban lett hivatalosan Fiume kivándorló várossá nyilvánítva. Előtte is hajók közlekedtek ezeken a kivándorló útvonalakon, azonban kevésbé sikeresen volt mindez megszervezve. Tudnék, amikor ide leértek a városba a kivándorlók, nem volt, aki várja őket, nem volt, aki elszállásra jön őket addig, amíg a hajó nem indul, hanem szegények akkor hol parkokban, hol lépcsőházaiban húzták meg magukat. Ezt a magyar hatóságok úgy érezték, hogy nem engedhetik meg maguknak, nem engedhetik meg azt, hogy a magyar állampolgárok, vagy a monarchia állampolgára ilyen embertelen körülmények között hagyják el ugye szülőföldjüket. Úgyhogy megbízták a Cielinski Szilárd nevű építészmérnököt, aki érdekes módon, tehát a keresztneve predesztinálta őt ugye arra, hogy vasbeton szerkezeteket építsen, Cielinski Szilárdról van szó, ami egy külön értéke ennek a derék mérnökembernek, hogy a vasbeton szerkezetek használatát, ami akkor újdonság volt, és egyáltalán az acélszerkezetek technológiáját Eiffel mellett tanulta Párizsban. Tehát a legjobb szakember volt az, aki itt ugye megépített egy 2000 utazót befogadni képes szállodát, a kivándorlók szállodáját. A következő dolog történt, kivándorolni szándékozó mondjuk Budapesten megvette a New Yorkba szóló jegyét. Az 150 koronába került, azzal a jeggyel leutazott Fiuméba, a vasútállomáson itt már várták őket, és a közeli vasútállomástól mintegy 300-400 méternyire lévő kivándorlók szállodájába vitték el őket, és ami az alap lényege kivándorlók szállodájának, hogy ott magyar orvosok megvizsgálták az egészségi állapotát. Tehát megtörtént az, hogy a kivándorló hajó odaér New Yorknál az Ellis Islandre, ami akkor a kivándorlók, bevándorlók ugye fogadó szigete volt. Amikor az amerikai orvos meglátta, hogy egy Fiuméból jött kivándorló hajó érkezett, már is azt mondta, na, itt bizonyára mindenki egészséges, mert a magyar orvosok már
Fiuméban megvizsgálták őket. Örömömre szolgál, hogy bemutathatom nektek a terszattói zarándok templom fogadalmi kápolnáját. Kint az udvarban láttunk néhány emléktáblát, márvány emléktáblát, amellyel ugye a hívők kifejezték hálájukat, amiért Mária ugye nehéz helyzetből kisegítette őket. Itt pedig bent ebben a kápolnában egy olyan változatos és gazdag gyűjteménye van a hálatárgyaknak, amelyet, hogyha így bemutatok csoportoknak, akkor nagyon sokan közülük mondják, hogy sokfelé jártak a világba, de ennyire változatos, ennyire gazdag és ennyire személyhez köthető gyűjteményét a hálatárgyaknak még eddig nem látták. A legrégebbi képek, azok vitorlás hajók tragikus sorsához kötődnek. Ami nekünk magyaroknak közel áll a szívünkhöz, az négy kép, illetve három kép és egy hajómaket. A legelső, amelyet szeretnék megmutatni nektek, a Szent István csatahajóról készült kép, a mellé tett kis cédulán egy Zsele Franc Ilirska-Bisztricai tengerész szlovén nyelven mondja a történetet, hogy a terszatói Isten anyjának segítségével 1918. június 10-én úszva megmenekült a süllyedő Szent Istvánról. 89 magyar tengerész veszett oda. Egy másik magyar vonatkozású kép a Kossuth Ferenc elnevezésű hajóról szól, amely 1922. október 23-án haváriát, tehát hajótörést szenvedett. Akik megmenekültek, élve megmenekültek, a képre felírták a nevüket. Fölötte két képpel a felirat szerint feltételezem, hogy magyar hajóról lehetett szó, az Arad nevű gőzhajóról. Ők is megmenekültek, és gyakorlatilag ugye a legénység így kifejezte a háláját. Sajnos a szöveg ugye már elhalványult, nem látszik. Az osztrák-magyar monarchia flottájának zászlós hajója volt a Viribus Unitis, ami latinul annyit tesz, hogy egységben az erő nevű csatahajó. Ezen történt az a szomorú történelmi esemény, amikor is Horthy Miklós aláírásával elismerte a flotta kapitulációját, és ilyen módon ugye a flotta számára befejeződött az első világháború, illetve a nagy háború. Fiume egy érdekes földrajzi helyen helyezkedik el. Az északi félteke 45. szélességi fokán, tehát félúton az egyenlítő és az északi sark között. A történelmi Magyarország legnyugatibb csücskében vagyunk. Ha megnézzük ezt az ábrát,
amit itt készítettem, akkor a felső képen a szétdarabolt Trianon utáni Nagy Magyarországot látjuk. Fiume pedig itt ebben a csücsökben helyezkedik el, tehát ilyen szempontból is Fiume ugye jelentős, hogy a történelmi Magyarország legnyugatibb csücskében helyezkedik el. Ez is Magyarország része volt, van mit megnézni, van mit megmutatni, és amellett egy őrületes nagy plusz a tenger élménye.